Nos, a matematika szakon mi 56 éve képzünk tanárokat. Itt egy jelentős változás fog életbe lépni. Mindannyian tudjuk, hogy az új szakok, az úgynevezett BSC szakok más képzést fognak nyújtani. Tehát mi képezni fogunk a mostani főiskolai szintnek megfelelően matematikusokat, illetve majdani tanároknak egy matematikai előképzettséget fogunk adni. Hát az ideális jelentkező nyilvánvalóan, ha matematikát akar tanulni, akkor azoknak ajánlom, akik szeretik a matematikát. Tehát akik középiskolás korukban valami sikerélményt tudhatnak maguk mögött, akiknek nem nyűg a matematikát tanulni, szeretik a kihívásokat, tudnak örülni annak, hogy megoldottak egy problémát, egy konkrét feladatot. És én azt is hozzátenném, hogy azoknak, akik nem hiszik azt el, hogy a matematikát csak megérteni kell, hanem tanulni is. Tehát igenis megérteni, és meg is kell tanulni majd a matematikát. Nos, hát ahogy mondtam, eddig a tanárképzésünk volt a fő profilunk. Ebben az új képzési rendszerben, ebben a 3 éves matematikusi képzési rendszerben tulajdonképpen mindazok a tantárgyak megtalálhatók, és az a témakör is, amit korábban mondjuk az 5 éves matematikus egyetemi szakok első 3 év folyamán tanítottak. Természetesen első években alapozó jellegű tantárgyaink vannak, és 3. év vége felé lehet egy kis specializálódást bevinni. Ebbe a 3 éves BSC-be az alaptantárgyak nem lehetnek más, mint a matematika alapjai, tehát analízis, algebra, számelmélet, geometria, halmazelmélet, logika, valószínűségszámítás. Most ebbe a 3 éves periódusba, mivel nagyon jól tudjuk, hogy mostantól kezdve nem lehet tanári végzettséget szerezni majd csak mesterfokozaton. Ebben minimális módszertani, pedagógiai rész kerül csak, tehát azért nem soroltam be a fő tantárgyak közé. Nos, a mi matematikus BSC-nk, amelyet az Akkreditációs Bizottság engedélyezett nekünk, az tulajdonképpen 2 szakirányt rejt magában. Együtt indul a képzés, tehát mindenki, aki hozzánk sikerrel felvételizett, az 1 évig ugyanazt a képzést kapja. Első év után lehet választani, hogy ő tulajdonképpen matematikus akar lenni, ez az egyik szakirányunk. Ő nem igen fog tanulni mást a 3 év alatt, kimondottan matematikát egy minimális kis informatikával, illetve egyéb tantárgyakkal. A másik szakirányunk pedig a leendő tanári szakirányba való előkészítés, ezt mi úgy hívjuk, hogy matematika X szakos tanár, tehát ez azt jelenti, hogy a 3. fél évtől felvesz egy másik tudományterületnek tantárgyait, például tegyük fel, mondjuk kémia szakos tanár is akar majd lenni, akkor tulajdonképpen a matematika mellett a 2. és 3. évfolyamon ez a szakirány azt jelenti, hogy egy 50 kreditnyi kémiát is fog tanulni a matematika mellett. Ez a 2 szakirányunk van. Természetesen a BSC-knek, ezeknek az új típusú képzéseknek egyik oldala az, hogy 2 szakembert adjon. Ilyen főiskolai, mai szint, szóval, szóhasználattal élve, főiskolai szintű végzettséget adjon azoknak, akik nem akarnak tovább tanulni, elmenjenek dolgozni az iparba, bárhol, ahol őket alkalmazni tudják. Aki úgy gondolja, hogy ő tovább akar tanulni, akkor ott ez a 3 év, ez a BSC szak, ez csak egy első lépés. Az új lineáris képzési rendszerben következő periódus egy 2 éves képzés, ahol mai értelemben véve egyetemi, a új szóhasználat szerint úgynevezett mesterfokozatot lehet majd szerezni. Természetesen mind a 2 szakirányunk olyan, hogy mind a 2-ből lehet menni egyetemi mai szóhasználatra, egyetemi, tehát mesterképzésbe. Magyarul, aki nálunk befejezi majd 3 év alatt a matematikus szakirányt, őneki lehetősége van az országban, azon főiskolákon, egyetemeken, bármelyikén, ahol matematikus MSC képzések lesznek, oda felvételizni, később meghatározott módon, hogyha bejut, akkor ott elvégezni azt, és ugyanígy egyetemeken, főiskolákon matematika tanárképzés, ahol lesz, ott folytathatja. Ez azért lényeges hangsúlyozni, mert az, hogy innentől kezdve valaki melyik egyetemen, főiskolán szerezte a
BSC végzettségét, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ott kell, vagy fogja is tudni folytatni az MSC tanulmányait, de az országban ez elegendő lesz arra, hogy más egyetemeknek, főiskoláknak is, egyetemeken, főiskolákon is beférhessen a MSC képzésbe. Eddig is a matematika szakon államilag elismert középfokú nyelvvizsga kellett. A megfogalmazásból kiderül, hogy nem szükségképpen C-típusú nyelvvizsgáról van szó, tehát A vagy B típusú középfokú állami nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga kell a BSC-hez. Hát a képzettségi szint az azt mondja, hogy alapfokú matematikus. Alapszintű matematika X szakos tanár. Ilyen képzettséget fog kapni az illető. Ezt ma még elég nehéz megmondani, mert ugye eddig nem voltak mondjuk természettudományos területeken, főleg matematikában sem, hogy főiskolai végzettségű matematikus lett volna. Erre én azt mondom, hogy az élet ezt meg fogja majd mutatni, hogy szükség van rájuk, hiszen ma is nagyon sok olyan matematikus, sok által betöltött munkakör van, ahol tulajdonképpen nem igen kellett volna már az ő képzésébe az, amit most negyed-ötöd éven nagyon elméleti síkon megkapnak a matematikusaink. Tehát én azt mondom, hogy a gazdasági életben, az ipar, a biztosító, a pénzügy területén igenis lehet találni majd olyan területeket, ahol a 3 éves, vagy ha úgy tetszik, alapfokú matematikusi diplomával el lehet helyezkedni. Természetesen a másik ág, aki úgymond tanár szakirányon fejezi be a 3 évet, és valamilyen ok miatt úgy dönt, hogy mégsem akar tanár lenni, az ő elhelyezkedési lehetőségi egy kicsikét korlátozottabbak, bár ő is elmehet iskolákba dolgozni, de nem lehet szaktanár. A igazi szaktanár az majd a mesterfokozat után lehetséges, úgyhogy azt mondom, hogy aki majd a tanári szakirányt választja, a BSC, a bachelor szinten, az első 3 évben, ő neki ajánlatos nagyon megfontolni, és ha tényleg tanár akar lenni, akkor neki folytatni illik a tanulmányait tanárszakon, hogy MSC szintű mesterdiplomát szerezzen. Ebben nincs új, tehát ugyanaz, ami a legtöbb új BSC szaknál van. A matematika is 6 fél éves lesz, 180 kredites, mind nappali tagozaton, mind pedig levelező tagozaton. Mind a két tagozaton ugyanezt a két szakirányt hirdetjük meg, tehát mind a matematikus szakirány, mind pedig a matematika X szakos tanári szakirányt. Terveink szerint a teljes program is azonos lesz, természetesen azzal, hogy a nappali tagozaton járó hallgatónak több a kontaktórája, a levelező tagozatosnak lényegesen többet kell otthon saját egyéni munkával elsajátítani. Miért szép ugye az ember a saját lovát dicsérni, hogyha mondja, hogy mennyire szép, mert ha már hosszú évtizedeken keresztül az ember ezt csinálja és nem talál benne szépséget, az már nagyon nagy baj lenne. Én azt mondom, hogy szép a saját struktúrája miatt, az exaktsága miatt. Sokszor mondják, hogy ó, mi matematikusunk, egy matematikusok egy kérdése csak igen vagy nemmel tudtok válaszolni. Tehát mi valahogy tényleg úgy vagyunk, hogy eldöntendő kérdéseket adunk fel. Szeretjük az absztrakt dolgokat, tehát azt szoktam mondani, a matematikus a lehető legjobb, leül egy asztalhoz, egy üres papírral, és már az absztrakcióval mindent elérhet. Én azoknak mondom, akik ugyanígy gondolkodnak, akik mondjuk kísérletező természetű emberek, nekik más természettudományos tantárgyakat ajánlok. A matematika, van egy szinte vicces mondat, azt szokták mondani, hogy a matematika az olyan tudomány, ahol 50%-ig a formulák vannak, 50%-ig a bizonyítások, és 50% a képzelőerő. Na most, ha összeadjuk, ez már több mint 100, de nyilvánvalóan ez úgy kellene valahogy érteni, hogy az a harmadik 50% az valahogy bele kellene, hogy férjen az előző 2 50%-ba. Tehát ilyen nagyon jó absztraháló képességű emberek kellenének oda, hogy a matematikát szépnek találják. Remélem, hogy diákjaink között sokan lesznek, de még egyszer mondom, nem kell nagyon-nagyon elhivatottnak lenni, mert van rá példa, nagyon sok példa, hogy egy
jó képességű ember szorgalommal nagyon sokat tud tanulni. Tehát meg lehet tanulni a matematikát is.